Hetedszer gyűltek össze az irodalombarátai és művelői a Szekszárdi Mészöly Magasiskolában, akik eljöttek, javarészt visszatérő vendégek, és ez jelzés arra, hogy mindaz a tudás, amelyet itt szerezhetnek, fejlesztőleg hat alkotásaikra. Szilasi László, az idei tábor egyik vezető tanára azt mondja, érezhető ez a fajta fejlődési folyamat. Ebben az évben úgy látom, hogy 16-17 ember van a prózakurzusokon, és közülük sokat már ismerünk. És hát rajtuk mindenképpen lemérhető a fejlődés, a szövegeik más minőségűek, mint az első időkben voltak. De igazából az az érdekes, hogy az újak, akik jöttek, azok is más természetűek, mint akik először jöttek ide. Régóta írnak, csak most gyűjtötték össze a bátorságot arra, hogy eljöjjenek. Idén nem vicceltünk, mert a szabadság lett a témája az írótábornak. Ez nyilván sok irányból, minden irányból veszélyeztetett valami, és akkor talán meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan lehet a szabadságunkra vigyázni, és milyen körülmények fenyegetik a személyes, a közösségi szabadságunkat, és reméljük, hogy az írás művészete vagy a nyelvvel való foglalatosság az segít nekünk ebben. A tábor nem titkolt célja a Mészöly Miklós szellemiségének továbbéltetése. Szörényi László irodalomtörténész, a Mészöly Egyesület elnöke azt mondja, a jelenlegi tanári kar egyfajta szellemi agyként tekint Mészöly Miklósra. Ha megnézzük az első gyűjteményt, 1991-ben jelent meg, a Mészöly 60. születésnapjára, akik abban írtak, vagy mi 60-an, azok utána részben ma már a felük Kossuth Díjas, a másik felük Mészöly Díjas, és Kossuth Díjas is már esetleg, és így tovább, és azt lehet mondani, hogy mindnyájan rengeteg dologról beszélnek, valamennyien egyben egyet értenek az ajánlásban, vagy a szövegben, vagy van, aki direkten aláhúzza a saját szövegébe a legkurfangosabb módon beleépített mészői idézeteket. Most a Kaliforniában valami amerikai előadásában mondja ki Eszterházi Péter, hogy nekünk valamennyiünknek az a bajunk, hogy figyelni kell arra, hogy a mészöly milyen, mert ha nem felelünk meg neki, akkor baj van. Ő az egyetlen, akinek erre nem kell figyelnie. Mostan ez azt jelenti, hogy a legritkább irodalmi mesterek közé tartozik az ilyen, akire nem haragúsznak, és nem úgy akarják fölülmúlni, nem úgy akarják imitálni, hogy közben furda őket a lelkiismeret, vagy aztán kirohannak ellene, vagy a jóisten tudja. Valahogy mindenkinek az apja volt ilyen értelemben, de nem úgy volt az apja, hanem mint hogyha inkább a bátyja. Ezt a Koszolányiról írja megint az Eszterházi, hogy így vagyunk valahányan vele. Tehát ő volt a nekünk jutott Koszolányi, mondjuk így. A tábornyitón ismét szóba került a Mésző Alkotótábor ügye, mely a tervek szerint az egykori családi tanya helyén a Portkaláb völgyben épülhet meg. A terveink szerint 2020 év közepére, lehet, hogy a következő alkotótáborra már át is tudjuk adni majd magát az épületet, szeretnénk megmenteni, és szeretnénk a jövő irodalmárainak majd felkínálni, mint egy alkotóházat, ahol egy kicsit magába tud mindenki szállni, egy kicsit a hely szellemét be tudja fogadni, és bízom benne, hogy ezzel újabb vonzerőt tudunk Szekszárdon felmutatni az irodalom, a kultúra szerelmeseinek, és azáltal még többen fognak majd ellátogatni Szekszárdra. Mivel hogy a Mészöly egyik legfontosabb objektuma, mármint saját maga elé tűzött céljai közül, talán rosszul fogalmazom, de megpróbálom érthetőben, az az, hogy azt a tájat, amely neki akkor is folyamatosan megvan, és akkor is mindig sugall valamit, amikor éppen nem ott lakik. Erről nagyon sokat beszél a róla készült filmekben, meg mit tudom én, egyéb interjúkban, írásos vagy a Fogarasival készült nagy interjúkban, és ehhez hasonló. Azt lehet mondani, hogy ha itt a táj maga, tehát ez a határozottan Babics és Mészöly és Baka által, de hát azért DNS Valériát is tegyük hozzá, meg még a jóisten tudja, akiket lehet hozzátenni. Megszólított és nem könnyen megszólaló táj, ugye az Aliszka és vidéke kezdve, tehát egy jó pár évvel ezelőttről. Ez beépült hogy mondjam, csak szól a magyar virtuális, tehát a tájba, tehát a képes magyar történelembe, aminek a Mozárral készített fotóalbum az még nagy lendületet is adott, az én Pannóniám is, és a többi, amit Mészölyről csinált. Úgyhogy Úgyhogy lehetetlennek tartom, hogy a táj maga itt akkor ne szólítsa meg azt, aki ki lesz téve neki. Az idei alkotótábor előadói között található Szkárosi Endre, Zalántibor, Péter Figyedgely és Péter Novák Éva is.